Megerősítette tisztségében Forró Krisztián pártelnököt a szövetség országos kongresszusa. A párt küldöttei pati egyeztetésükön módosították a párt alapszabályát, eltörölték a platformokat, így a jövőben a szövetség sokszínű és strukturálisan rugalmas pártként fogalmazza meg magát. Ezen kívül egy szakmai tanácsot is létrehoznak. A párton belüliek, illetve a párton kívüliek is helyet kaphatnak, ez nagyon fontos, megint csak a nyitás hivatott szimbolizálni, hogy valóban szeretnénk megnyitni a kapunkat úgy a párton belüliek részére, illetve a párton kívüliek részére, az, amit mindig is hangsúlyoztam, hogy az, aki dolgozni szeretne a szövetségben, aki dolgozni szeretne a közösségért, annak alkalmas lehetősége lesz. A kongresszuson kiértékelték a szeptemberi parlamenti választások eredményét és tisztújítást tartottak. A küldöttek döntöttek a 16 tagú új elnökség összetételéről, ahogyan arról is, hogy a szövetség országos tanácsának elnöke Pandi Péter maradjon. Két új alelnököt is választottak Orosz Őrs és Gyimesi György személyében. A párttól támogatást kaptam arra, hogy egy támogatói hálózatot építsek ki a legközelebbi parlamenti választásokig. Azon belül lehetőséget szeretnénk adni mindenkinek, aki nem párttag, teljesen nyilvánvaló, hogy aki párttag, az nyugodtan belépet oda is. Mindenkinek, aki szeretne dolgozni a közösségért, szeretne parlamenti képviseletet a nemzeti közösségének, és mindenkinek, akinek esetleg nem adtak lehetőséget. A kongresszus küldöttei megváltoztatták a párt nevét Magyar Szövetségre. Ezzel megerősítették, hogy Szlovákiában elsősorban a magyar nemzeti kisebbséget szeretnék képviselni. Döntöttek arról is, hogy a tavasszal esedékes államfőválasztáson a szövetség jelöltje Forró Krisztián pártelnök lesz. Nem az a célunk, hogy magyar köztársasági elnök legyen, mert valószínűleg erre kicsi az esély, de meg kell mutatnunk, hogy itt vagyunk, és ennek a választásnak köszönhetően, ha ebből erősebben kerülünk ki, ez nagyon nagy hatással lesz természetesen az európarlamenti választásra, és ez is egy olyan eredmény lehet, ahol megint megerősödhet a közösségünk. Forró Krisztián szerint a következő időszak feladata az lesz, hogy a 8,5%-nyi felvidéki magyar közösség hallassa a hangját, megerősödjön, és tényezőként jelenjen meg a hazai országos és az európai politikai palettán is.